Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a Heti TV híradója. Főbb híreink. Új európai biztonsági rendszer létrehozását szorgalmazta a miniszterelnök. Helyi népszavazást tartanak ma Tatán az öreg tópartjának beépítéséről. Operatív törzs segíti az aszálykárok elhárítását. Ma kezdődik a debreceni ünnepi játékok programsorozata. És most a részletek. A miniszterelnök szerint új európai biztonsági rendszerről kell megállapodni. Orbán Viktor kifejtette, hogy az eddig követett háborús stratégia megbukott. Mint mondta, ezt jelzi a gázellátás ügyében a héten született brüsszeli döntés. Úgy fogalmazott, ha az Unió nem változtat eddigi álláspontján, akkor októbertől háborús gazdasági helyzetre kell számítani Európában. Megismételte, hogy meg kellene állapodni a tűzszünetről és a békéről az oroszokkal, amiben kulcsszerepe van az Egyesült Államoknak. Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarországon továbbra is lesz elég gáz, és fenn akarják tartani a rezsicsökkentés egy részét is. A miniszterelnök azt tartja legfőbb céljának, hogy Magyarország ne váljon bevándorló országgá, és a migráció se erősödjön. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az egész Európai Unióban talán ő az egyetlen nyíltan bevándorlás ellenes politikus, aki szavai szerint nem ravaszkodik és nem kerülgeti a forró kását, hanem nagyon világos, direkt álláspontja van. Mint mondta, nézeteinek nem biológiai alapjai vannak, idézem, ez nem faji, hanem kulturális kérdés, egész egyszerűen a civilizációt úgy akarjuk fenntartani, ahogy az most van. Bécsi tárgyalásai után azt is elismerte, néha előfordul, hogy félreérthetően fogalmaz. Ezzel nagy vitát kiváltó tusványosi kijelentéseire utalt. Akkor ugyanis arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében élő népek nem akarnak kevert fajúvá válni. A Parlament Honvédelmi Bizottságának szocialista alelnöke kifogásolta, hogy a héten megalakult védelmi tanácsban az ellenzék nem kapott helyet. Harangozó Tamás szerint a grémiumban annak a filozófiának kellene megjelennie, hogy mindenki egy oldalon van és a hazáját védi. Emlékeztetett rá, hogy korábban megszüntették a háborús helyzet idején működő honvédelmi tanácsot, amelyben szerepeltek a mindenkori ellenzék tagjai. A védelmi tanács létrehozását az elhúzódó ukrajnai háborúval, a nyomában járó gazdasági válsággal és a fokozódó migrációs nyomással indokolták. A különös hatáskörű politikai döntéshozó fórumot Orbán Viktor vezeti, és a kormány tagjaiból áll. Ma is újabb időközi választásokra várják a polgárokat az ország több pontján. A Tolna megyei Mőcsényben az idén áprilisban meghalt a település vezetője, helyére most két független jelölt pályázik. Ugyancsak polgármesterre kell voksolni a Nógrád megyei Cserhát halápon. A tisztség eddig birtokosa ugyanis parlamenti mandátumot szerzett a Mi Hazánk mozgalom országos listáján. Pártja most a feleségét indítja a posztért, vele szemben egy független jelölt áll. Tatán viszont ma helyi népszavazást tartanak. A résztvevőknek arról kell dönteniük, hogy az öreg tópartján, ami természetvédelmi terület, építhetnek-e egyes források szerint kormányhoz közeli vállalkozások luxusszállodát. A rendkívüli aszály miatt operatív törzset hoztak létre. Az agrárminiszter közölte azt is, hogy a szervezet kezeli majd az emelkedő energiaárak mezőgazdasági következményeit is. Nagy István elmondta, hogy az alföldi területeken a gyepek is teljesen kisültek. A gazdálkodók nem tudnak legeltetni és alig tudtak kaszálni. Becslések szerint hozzávetőleg 1 millió hektáron van szükség kárenyhítésre. Utalt rá, hogy Európa területének csak nem fele szenved a csapadék hiányától, hazánknak pedig történelmi szárassággal kell szembenéznie. A miniszter kifejtette, a kialakult helyzetben a kormány minden lehetséges eszközzel támogatja az agráriumból élőket. A jegybank az infláció további növekedésére számít egészen az év végéig. A tetőzést pedig magasabb szinten várják, mint amiben korábban bíztak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke már 13-14%-os éves inflációs rátáról beszélt. Virág Barnabás megerősítette,
hogy addig folytatják szigorítási lépéseiket, amelyik nem körvonalazódik az inflációs fordulat. Ennek jegyében emelték a héten újabb 100 bázisponttal a jegybanki alapkamatot. Mint mondta, az első fél évben még 8, majd 6%-os volt a gazdasági növekedés, júniustól viszont már egyértelműen láthatók a lassulás jelei, a magyar gazdaságot is elérte a lassuló konjunktúra hatása. Csökkentik a minisztériumok létszámát. Egy belső utasítás szerint létszám leépítést rendeltek el a kormányzati hivatalokban. Értesülések szerint az egyik tárcához tartozó majdnem tucatnyi szervezetnél 40 munkahely szűnik meg. A kormányzati tájékoztatási központ csak annyit közölt, hogy valóban megkezdődött az apparátus karcsúsítása, de az nem derült ki, hogy ez pontosan hány munkahelyet érint. Azt viszont megerősítették, hogy az elhúzódó háború, a háborús gazdasági válság és az energiaválság többletkiadásokkal jár, és a kormány magán is akar spórolni. Az Európai Parlament elnöke tartós támogatást ígért Ukrajnának uniós csatlakozási törekvéseihez. A kijevi parlamentnek küldött videó üzenetében Roberto Metsola úgy fogalmazott, hogy a háborútól szenvedő állam azon országok közé tartozik, amelyek nagyra tartják a szabadságot, a függetlenséget, a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogokat. A máltai politikus felidézte, hogy Kijev már tagjelölti státuszt kapott, és bár az integráció útja nem könnyű, de a parlament támogatást nyújt az országnak. Kitért arra is, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egy olyan jövőt akar, amelyben át lehet írni a történelmet, befolyási övezetek és vasfüggönyök vannak, valamint megtagadják a személyes szabadságot és az emberi méltóságot. Izrael és Jordánia felgyorsítja a közös beruházásait. Ebben állapodott meg ammani tárgyalásain az izraeli miniszterelnök és a jordániai király. Yair Lapid kormányfőként először tárgyalt második Abdallah-kal, aki megerősítette, hogy létre kell hozni a politikai kereteket az igazságos, átfogó és tartós béke eléréséhez a palesztinok és Izrael között. A két ország 1994-ben kötött békét, és azóta szorosabb biztonsági együttműködésük. Az új megállapodások értelmében Jordániában naperőművet építenek, amelynek energiája Izrael szolgálja. Izrael pedig tengervíz sótalanító létesítményt épít Jordániának. Közös ipari parkot is létrehoznak, és együtt fejlesztik a turizmust a Vörös-tengernél. Nagy-Britanniában a konzervatív párt mintegy 160 ezer tagja a jövő héttől egy hónapon át szavazhat az új pártelnökre, aki egyben miniszterelnök is lesz. A két jelölt, Liz Truss külügyminiszter és Rishi Sunak, a pénzügyi tárca volt birtokosa, a héten több televíziós vitán is részt vett. Az egyik ugyan félbeszakadt, mert az egyik moderátor elájult, de azért a lényeges kérdések tisztázódtak. A legfontosabb, amiben mindketten egyetértettek, hogy a távozó miniszterelnöknek nem lehet szerepe az új kormányban. Mint mondták, Boris Johnsonnak most pihenésre van szüksége, a pártnak pedig arra, hogy túllépjen rajta és előre tekintsen. A volt amerikai elnöknek viszont már elege van a nyugalomból. Donald Trump ismét jelezte, hogy nem mondott le a 2024-es indulásáról. Egy republikánus tanácsadáson tartott beszédében akciótervet vázolt fel pártja jelöltjének, aki két év múlva visszaszerezheti a Fehérházat. Nem mondta ki, hogy ő lehetne az ember, de feltételesen beszélt róla. Ahogy szokta, ismét élesen bírálta utódát, aki szerinte térdre kényszerítette az országot. A koronavírusos fertőzésből felgyógyult Joe Biden erre úgy reagált, hogy aki lázadáspárti, az nem lehet sem rendőrségpárti, sem demokráciapárti, sem amerikapárti. Ezzel arra utalt, hogy Trump biztatta tavaly híveit a Kapitólium megtámadására. Itthon egy ismert toxikológus orvos szerint még nincs szükség komolyabb védelmi intézkedésekre a koronavírus járvány újabb hulláma ellen, de a zárt térben már ajánlott a maszkviselése. Zahér Gábor elmondta, hogy vannak, akik már másodszor vagy épp harmadszor fertőződnek meg, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy minél többször esik át valaki a betegséget, annál könnyebben vészeli át azt.
Beszámolt arról is, hogy a járvány kezdete óta először esett át ő is a koronavíruson. Bár 4 oltást kapott már, de ennek ellenére megfertőződött. Ez is azt jelzi, hogy az Omikron BA5 variánsa, amely jelenleg fertőz hazánkban, nagyon gyorsan terjed, illetve könnyedén kicselezi az oltásokat és az immunrendszert. Jövő pénteken éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételire a felsőoktatásban. Olyanokat várnak, akiket eddig egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy az idén még nem jelentkeztek. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki az oktatási hivatal. Eközben a kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy némileg átalakítják a felvételi pontrendszert. Maximálisan továbbra is 500 pontot lehet majd szerezni, 100-at a középiskolai tanulmány eredményekkel, 300-at az érettségivel, 100 pontról pedig a jövőben maga az egyetem dönthet. Ez lehet szóbeli vizsgáztatással, de akár sport, művészeti vagy bármilyen más teljesítmény tekintetbe vételével. Eltörlik a kötelező nyelvvizsgát is. Csák János közölte, az új rendszer 2024 őszétől lép életbe, tehát először a jövő év végén jelentkezőket érinti. Mozart a Varázs fuvola című operájának bemutatójával kezdődik ma a debreceni ünnepi játékok program sorozata. Ez a nagyerdei szabadtéri színpadon látható, akárcsak több más esemény, de leszek rendezvények a Kossuth téren, valamint az új helyszínként a Csokonai Irodalmi Laborban is. Az immár másodszor megvalósuló fesztivál ebben az évben összművészeti sorozattá alakul. Az operán, a színházon és a zenén túl zenés, irodalmi és dokumentumfilm estekkel és gyermek előadásokkal is várják a közönséget 16 napon át. Az augusztus 15-i záró koncerten a Kodály Filharmonikusok Debrecen előadásában elhangzik Antonin Dvorák 9. Új világ szimfóniája is. Az időjárás azonban ezen a hétvégén nem kedvez a szabadtéri programoknak. A hideg front lehűlést és csapadékot hozott. A keleti országrészben még többfelé lehet eső, zápor, néhol zivatar. Máshogy több órás napsütés várható. Sokfelé megerősödik a középső országrészben és a Dunántúlon viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 22 és 28 fok között alakul, estére pedig 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a braillepress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!